Sziasztok, Gyugyák Balázs vagyok, és nézzétek az NSO TV-t! Csoportkörbe bejutás az mindenképpen elvárás a csapat felé. Olyan pénzügyi háttérre dolgoznak, hogy ezt mindenképpen elvárják a csapattól. Ugye most nyáron lecserélték ugye a stadionjukba a műfüvet, tehát megint akkor műfüves pályán fognak játszani. Úgyhogy ez is azért volt, mert hogy ezzel előnyt akarnak maguknak kovácsolni. És hát ugye a nyári igazolások, hát igazából egy csatárjukat elveszítették, egy nagyon jó csatárjuk. Aki eligazolt, de én azt gondolom, hogy nagyon jó csapat, tehát hogy jó csapatról beszélünk. Bár a bajnokságot nem kezdték túl jól, de nagyon erősek, úgyhogy igazából tényleg erős ellenféllel került szembe a Debrecen. Egy biztos védekezése, tehát a Young Boys támadni szeret, tehát ő mindenképpen a dominálni szeret, és kezdeményező játékot játszik mindenképpen. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jó védekezéssel, nagyon ki tud nyílni a Young Boys, és biztos, hogy lesznek el lehetőségei kontratállásokra. Inkább a szélén inkább gyors emberek vannak, úgyhogy és inkább befele csereznek, és inkább a szélső hátfélek jönnek fel. Úgyhogy a beadások is használnak, olyan kifejezett nagy csatár nincsen, a kombinatív játékból szeretnének ők gólokat szerezni. Biztos, hogy nem fogják lenézni, úgyhogy biztos, hogy 100%-ot fognak adni. Úgy. Én szoros mérkőzést várok, tehát ugye a Debrecen is azért megmutatta, hogy hazai pályán mindenképpen erős. Úgyhogy hát itt a mérkőzéstől függ a továbbítás.